Köszöntöm nézőinket! Önök Bonyhádi Napló című műsorunkat látják. Én Varga Szintia vagyok. Mai műsorunkban a bukovinai találkozások idei programjaival találkozunk. Tartsanak velünk! Béke az érkezőnek, és áldás a távozónak. Legyen ez a szentmiséink mottója. A hagyományokhoz híven ünnepi szentmisével kezdődött augusztus 4-én pénteken a 34. bukovinai találkozások nemzetközi folklor fesztivál Bonyhádon a római katolikus templomban. Ezt követően a kaszinókert szabadtéri színpadához várták az érdeklődőket, ahol elsőként Zbigniew Kowalski, a fesztivál ötletgazdája főszervezője köszöntötte a megjelenteket, örömét fejezte ki, amiért a régi, jól ismert arcok mellett új csoportok is képviseltetik magukat. Filóné Ferenc Ibolya, Bonyhád polgármestere pedig arra emlékeztetett, hogy a város közel 3 évtizede házigazdája a találkozónak. Van egy örökségsátrunk, ami a térnek a hátsó sarkában található, ott pedig különböző kiáltásokkal kedveskedtünk a programra látogatóknak, köztük a 150 éve született Sebestyén Antal főesperesnek, Hadifalval legutolsó plébánosának a életét bemutató kiáltásra. Azért hívom fel erre a figyelmet, mert ez az első bemutatója ennek a kiáltásnak, de bízunk benne, hogy ez egy vándor kiáltás lesz a jövőben, de itt most először önök a fesztivál nézőközönsége láthatja a 13 tablóból álló kiállítást, ami egyébként a Szent Lőrinc egyháztörténeti kiáltásnak az anyaga, és ami szintén a Kisdorogért Egyesületnek köszönhető, hiszen az ő tulajdonokban van, ők készítették, és ők viszik majd tovább ezt a nagyszerű kiáltást, mindenkinek ajánlom a figyelmébe. Végezetül hagyj köszönjek azzal el, amit nem olyan rég a Szentmisén Kereszte Sándor esperes úr fogalmazott meg. Valahogy így mondta Andor, hogy ha ezen a hétvégén a szívünk érjen össze, sörüljünk annak, ami van. Köszönöm a figyelmüket, érezzék jól magukat nálunk. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke arról beszélt, hogy elődeik egykor egymásra voltak utalva, és példájukat követve jó évről évre találkozni. Végülis ennek van egy állandó forgatókönyve végül is, ami ismétlődik, illetve úgy ismétlődik, hogy természetesen a csoportok változhatnak. De általában úgy van, és ez nem csak Magyarország, tehát Bonyhádon, ugye, mert Bonyhád is egy helyszín, hanem ugyanúgy Lengyelországban. Most ugyan Ukrajnában nincsen sajnos, ugye, okok miatt, de Romániában is hasonlóan módon. Tehát ugye van egyszer egy pénteki megnyitó, majd azt követi ugye a program, esti program. Volt, mikor műsorok voltak. Most egy kicsit más lett, mert nagyon sok csoport szokott jelentkezni, és ugye mindig a szombati programunk, mert tulajdonképpen akkor van lehetőség a csoportoknak a bemutatkozására, de mivel nagyon sok van, így mindig az éjszakában ment ez a próbáltuk tartani, de sajnos nem ment. Úgyhogy most végül is ezt a megoldást találtuk, hogy kétfelé osszuk a csoportokat, és akkor pénteki nap nem ilyen színpadi vagy színházi műsorral, hanem akkor egy ilyen fajta bemutatkozás, mint lehetőséget kínálunk a csoportoknak. És akkor holnap lesz, ugye 4 órakor kezdődik a felvonulás, szokott módon, helyen, és utána ugye 5 órakor kezdődik, illetve folytatódik itt a színpadi műsor, hasonlóan, mint az idei, illetve a mai. Idén szép számmal érkeztek a rendezvényre, 34 csoport lépett színpadra. Külhoniak is ugye az Aldunáról jöttek, Székelykevéről, Hertelendi falváról, illetve Pancsovából, és akkor Erdélyből hasonló módon, tehát onnan is Déváról, Csernakeresztúrról, Marosludasról, és hát Madéfalváról a polgármester úr jött el, úgyhogy végülis így most az idejével csoportot nem hoztak. Úgyhogy, és hát az idei évben ugye a Lengyelországból érkezett egy csoport, valamint Romániából jött egy csoport, tehát egy román csoport. Úgyhogy hát az Ukrajnából ugye ott nem tudtak jönni, úgyhogy így most így szűkül, de úgy gondolom, hogy szép programokat tudunk megvalósítani az idejében is. A találkozók korábban Lengyelországban, Romániában és Ukrajnában zajlottak, mondja az elnök. Ugye 34 évvel ezelőtt Kowalski úr volt ennek a ötletgazdája, úgymond, hogy együtt élő Bukovinában, együtt élő népek.
Ugye, mert Bukovinában végül is nem csak székelyek voltak, bukovinai székelyek, hanem ott voltak lengyelek, zsidók, ugye román, mivel román terület is, meg szomszédságában, ugye, hát változtak a határok azért. Úgyhogy így tulajdonképpen az együtt élő népek, ők is hasonló módon, mint a bukovinai székelyek, majd későbbiekben ugye a belső részre, tehát Lengyelország belső részére települtek, ugye mert ez egy határvidék volt abban az időben, ugye Bukovina. Ennek alapján indult végül is, és amiben bekapcsolódtunk, tulajdonképpen már folyt ez a fajta program, úgyhogy örömmel vették, hogy mi is jelentkeztünk, illetve tulajdonképpen részt vehettünk így a programokon, és évről évre, ugye ez egy kör, hogy minden helyszínen, különböző időpontokban, de a nyár folyamán vannak ezek a hasonló módon, amit elmondtam, programok. A színpadi produkciók mellett a székely népviseletet bemutató kiállítás, valamint a tájegység ételeit bemutató gasztroudvar várta az érdeklődőket. Hála jó Istennek, ez minden jobban most már a kisdurogiak segítségével, illetve ötleteivel tulajdonképpen, úgyhogy a régi ízeket is elővarázsolják számunkra, ami én azt mondom, hogy nagyon fontos része a kultúránknak, és az idei évben is, mint ahogy tavaly is volt, nagyon szépen berendezett módon, tehát régi eszközöket használva, amilyen módon lehet természetesen. Úgyhogy én azt mondom, hogy ez mivel kulturális esemény, tehát itt nem egyfajta ugróvár, meg egyebekre van szükség, meg légvár, hanem tényleg egy hagyományos, mint ahogy a játékok is itt a gyerekeket látva, tehát ugye régi módon azokat a játékokat, eszközöket használva, és hát így teljes az egész, én úgy gondolom, hogy ez fontos, és minden inkább élővé teszi, és tulajdonképpen akkor él a kultúra, amikor használjuk is. Tehát a nyelvünk is azért kopik, és azért veszít, mert nem használjuk. Hát természetesen nem egyszerű dolog. De én úgy gondolom, hogy az énekeinket, a meséinket, hogyha legalább azokból igyekszünk azokat a szavakat használni, akkor valamennyire megmarad. És ami a legfontosabb, a család, ugye, hogy otthon hallja. De úgy gondolom, hogy, és bízom bennem, mert látva a sok fiatalt, ugye, hogy ez tovább fog öröklődni, mert ez törvényszerűség, hogy a szépet, a jót, és mind ahogy mondtam, tehát az ember a tiszta belül, és hajlamos a szépre, tehát szépet alkotni csak akkor lehet, hogyha tényleg belsőleg is megtisztulunk. És úgy gondolom, ilyen lehetőségeknek különösen lehetőséget adnak arra, hogy egymásra hassunk, és tényleg szépet alkossunk. Így megmutatom, hogy így leszedem, és utána így lecsavarom a többit. Vagy egy részen így leszedem, egy részig bemegyek, és utána így le tudom morzsolni. Könnyebben. Kukoricát morzsolunk. Ugye ez most régen munka volt, de mi már szórakozásnak fogjuk fel, mert manapság már nem nagyon lehet ilyet csinálni, és végül is nem nehéz, meg egyszerű, úgyhogy manapság ilyet már az emberek nem csinálnak, mert a gépek elvégzik helyettünk. Sokkal nehezebb, és az emberek sokkal többet is dolgoztak azért, hogy legyen vacsorájuk például. A rendezvényen a Teveli Székelykör engedett betekintést egy különleges kiállításba. Ezúttal 30 népviseletbe öltöztetett babát mutattak be. 2015-ben kezdtük, el voltunk kint Székely udvarhelyen, ott láttunk egy ilyen baba múzeumot, és erre fölbuzdulva hazajöttünk, úgy döntöttünk, mert tudtuk, hogy a faluban több ilyen székely baba van, hogy összegyűjtjük őket, és megrenováljuk, és kiállítjuk őket. 15 decemberében adtuk át először őket, akkor 15 babánk van. Jelenleg 52 baba van a Teveli Székelyházban. Hétköznapi, miesnapi, úgy mondjuk mi, naplós, ünneplős viselet, téli viselet, nyári viselet, leánka viselet, tehát kislányruhák, férfi viseletek, és ami érdekesség, hogy a divat hogy végigment a mi öltözékünkön is, hogy az 1800-as évektől az 1940-es évek végéig vannak itt bemutatva a ruhák. Egy ilyen babaruhát kompletten egy hónap, két hónap, attól függ, hogy
mennyire munkaigényes, hímzéses dolgot csinálunk, mert Selymes Lágyinak a kiímzése az lehet, hogy egy évig is. Az anyagokat többségében Erdélyből szerzik be. Ami régi rokolyák, vagy ilyen régi anyagok még fellelése kerültek, azokból próbálunk még szabni-varni. Nagyon-nagyon érdekes, amúgy is nagyon-nagyon szeretem ezt az egész népművészeti dolgot, és nekem ez egy nagy kikapcsolódás. Hát ez például ezt komplett én csináltam. Az elejétől a végéig, ez favirágú rokolya, ez egy régi kötény volt, és abból csináltam. Hát egy kicsit szükösen volt, de megoldottam. Úgyhogy az inget is én csináltam neki, szedéses ing, lájbi. Ez egy elég aprólékos munka, egy felszedni, de én a nagymamámtól láttam még annak idején, hogy ő hogy csinálta. És akkor most elővettem az enyémet, és akkor annak mintájára néztem, és akkor így rájöttem a csinyára, binyára, hogy melyik mintát hogy kell csinálni. Mert ugye megvan ennek is, hogy hogy kell ezt a részt például csinálni, mert van, hogy ez a tászlis, mint az enyém, ez másképp van csinálva. Ez megint másképp van csinálva. Érdekes dolgok, hogy milyen változatosan csinálták ma akkor is. És akkor van nekik alsó szoknyájuk, fánerk úgy mondták, kettő is van, ugye ez azért ilyen ráncos, hogy jobban kitartja. Apostol mindig azt mondta, hogy amelyik menyecskének volt egy kis fara, azon jobban állt a ruha, mert kidobta. Hát akkor így kompenzálták, ugye, hogy az alsó szoknyák, hogy szépen dobja ki nekik. A csizmát is én csináltam, nagyon sok babának, mert olyan helyen dolgoztam cipőiparban, amíg még nem voltam nyugdíjas, és akkor a főnök megengedte, hogy munka után ilyen hulladékbőrökből készítsek csizmát, úgyhogy szerettem én mindig bajlódni velük. Érdekes volt. Nagymamámtól én láttam olyan nagyba is, hogy az asztalra kirakták az anyagot, és akkor aprólékosan megvizitették, és akkor így soronként szépen rakták egymás után. Úgyhogy így. Sok munkát igényelt, és akkor mikor végeztek, akkor tettek rá nehezéket, ugye nem volt akkor még plisszírozás, mint most. Tettek rá nehezéket szépen így az asztalon, az anyagra, hogy így lerakták, és akkor pár napig ott hagyták a vizes rongyot, tettek rá, hogy úgy maradjon meg szépen ezek a rakások. Az örökség sátorban nem csak a kész viseleteket tekinthették meg a résztvevők, az elkészítés folyamatát is követhették. Én egy rokolyát készítek elő, ez egy lerakott, leráncolt rokolya lesz, és hogyha összevartam a darabjait, akkor fogom leráncolni. A mellettem levő asszonyok pedig szedett inget varnak. Egy rétegű, ez az úgynevezett felső rokolya. Most egy ünneplős viseletet fogok készíteni. A felső rokolya az ráncba van szedve. Az az egyik jellemzője az ünneplős viseletnek, ugye, hogy ráncba van szedve. Ez egy általában drágább és értékesebb anyagból készül. A hétköznapi viseletre pedig olcsóbb és egyszerűbb anyagokból varták a rokolyákat, és azt nem ráncolták le. Régen nem géppel csinálták, régen kézzel csinálták, és nem is kellett belül az anyagszéleket eltisztázni, mert tehát az épp anyagszéleket varták össze. A fesztiválon nem csak a hagyományos viseletekre, korabeli játékokra, hanem a tradicionális ételekre is gondoltak a szervezők. Ebben a Kis Dorogért Egyesület nyújtott segítséget. Mi nagyon sok év óta már segítjük a Bukovinai Szövetséget. Mi nem táncolunk, nem énekelünk, az egyesületünk inkább technikailag segíti a szövetséget. Rengeteg barátunk lett azóta már, hogy mi itt évek óta segítünk, és ezért így a barátok álltunk össze, és főzünk egy olyan hadigfalvi ételt, ami talán már egy picikét elmúlt, elfeledett ételek, de egyszerűek, alapanyagaik megteremnek, és ezáltal lesz kedvelt most már minden konyhában. Mi még mai napig ezeket az ételeket készítjük otthon, és a hagyományban élünk, mert én is bukovinai székely származású vagyok, édesapám még hadigfalván született, és az esperes testvérével, húgával nevelkedtem, és ezt az ételt, amit hoztunk, ezt tőle tanultam. Krumplis nudli, ez először a tészta, meg van főzve sós vízbe, és dinsztelt hagyma és szalonnát kínálunk hozzá. Mi még otthon gyerekkoromban ettünk dinsztelt hagymával, csinálteljel, aludteljel ettük, és esetleg savanyú káposztával, de nem kevertük bele. Mi bukonyai székelyek Málénak mondjuk a kukoricadarából készült
puliszkát, dinsztelt hagymát ettünk hozzá mi gyerekkorunkban, és jutúrót tejföllel. Úgy készül, hogy egy adag kukoricadarához mi 4 adag vizet tettünk, vajat raktunk a forrásban lévő vízbe és sót. És ahogy besűrűsödik, úgy van készen. Málékeverővel kavarták, de nekünk már ilyen seprűnyél nyelet hoztak, azt hiszem, és azzal keverték. És férfiak. Férfiak keverték, mert nehéz munka, nehéz fizikai munka. Mi azt mondjuk, ebbe csak segítkeztünk. Az emberek szeretnek enni. Ezáltal én azt gondolom, hogy egy közösséget alkotunk, az mindenképpen szerintem már, ahogy évek óta itt együtt dolgozunk, egy olyan kis közösség alakult ki, ahol az ételen keresztül szeretjük egymást. Ezt az édességet disznóvágáskor szoktuk készíteni, mert hogy darált háj van benne, és van egy lisztes alaptésztája, amire a liszttel összekevert hájat ledarálva hajtogatjuk bele végül is a tésztába a hájat. És nekünk a háj volt most lefagyasztva, de ez inkább egy téli étel, és szilvalekvárral készítjük. Nem lesz gondja az úrára, Augusztus 5-én szombaton folytatódott a 34. bukovinai találkozások nemzetközi folklor fesztivál. Az esemény az ilyenkor szokásos utcai menettánccal vette kezdetét, mely a Percel kúriától egészen a kaszinókertig tartott. A több száz viseletbe öltözött felvonulót még a szemerkélő eső sem tántorította el. 28 csoport vonul föl most, körülbelül bízom benne, hogy mindenki itt lesz. És hát végül is ez minden évben megismétlődik, ugye ez a szép szokás, úgymond. Tehát felvonulás tulajdonképpen a város lakosságának szól, a környező településeknek, azok, akik ugye eljönnek és itt is megnézik a csoportokat. Tehát ez egy ilyen szép kavalkád, ami végül is úgy gondolom, hogy nem csak nálunk honos, hanem ahova szoktunk menni, ott is hasonló módon volt, amikor kilométereket mentünk. Tehát itt annyi nem lesz. Én úgy gondolom, hogy nagyon szép lehetőség arra, hogy bemutatkozzunk, felhívjuk a figyelmet mindenki számára, ugye, hogy itt vagyunk. Egy a másik az, hogy tulajdonképpen a programjainkra is egyfajta toborzási lehetőség is. Úgyhogy én úgy látom, hogy bízom benne, hogy az eső megengedi, hogy ez is szépen lefolyjon, és akkor utána mindenki jöhet és nézheti végig a műsorunkat, ami az idén ugye annyiban más, hogy a csoportokat kétfelé osztottuk, hiszen nagyon sokszor ugye bele az éjszakába mentek a műsorok, és már fárasztó volt mindenki számára, és most viszont kétfelé lett osztva, és akkor a tegnapi nap folyamán ugye egy része szerepel 12 csoport, és az idén, illetve most viszont 17, hiszen nem minden felvonuló fog majd szerepelni. Sok fiatal is megjelent a rendezvényen, akik díszes ruhában, hagyományos székely viseletben tisztelték meg a fesztivált. Hetente próbálunk, kb. 2 órát, és hát egy jó 20-an vagyunk körülbelül. És nagyon jókat tudunk nevetni és beszélgetni együtt, meg igazából megbízunk egymásban a tánc terén is, szóval így mindenki mindenkiben megbízik, és ezért szeretjük igaziból. A Völgység a hazai székelység igazi fellegvárának számít, szinte nincs olyan település, ahol ne élnének ma is jelentős számban. Énekkarunk van, és a székelykör nem olyan régen alakultunk, mi nem vagyunk olyan öregek, úgyhogy várnánk az utánpótlást, nagyon szeretünk mindenhol részt venni, ahol fölléphetünk, vagy most is így, hogy találkozhatunk a mi fajtánkkal. Domokos József, a Nagymányoki Székely Egyesület elnöke a társulat eredményeiről beszélt. Reméljük, hogy az eső jó lesz, az jó Isten megkegyelmez nekünk. Imádkoztunk még máma, és szép eredményeket tudtunk eddig elérni. Aranydíjat, cinegedély, nagyon sok jó díjunk van, de mind arany. És ennek örülünk, de az az egy baj, hogy nincs utánpótlás. A
menettáncot követően a szombati napon is egymást váltották a hazai és a határon túli hagyományőrző együttesek a színpadon. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki egyben Bonyhád és térségének az országgyűlési képviselője is, köszöntőjében arról beszélt, a székely kultúra az évről évre a városban fellépő fiataloknak köszönhetően ma is élő jelenség. Egy kultúrának akkor van értéke, lényege, hogyha azt megőrizzük, és nem csak megőrizzük, hanem élővé tesszük. Mi, bukovinai székelyek, bukovinai népek ezt a kultúrát élővé tettük, és élővé tesszük, és reméljük azt, hiszen látom azt, hogy sok fiatal, sőt gyerek fellépő van, hogy a következő évtizedekben is élő kultúráról tudunk beszélni, és ennek köszönhetően nem lesz igaz az a tétel, hogy bukovinai székek csak meghalnak és nem születnek, hanem egyre inkább és egyre többen fognak születni, és bennünket követnek és viszik tovább a mi kultúránkat, hagyományainkat, amelyhez most már szorosan hozzátartozik ez a rendezvény is. Ez a fesztivál nem csak a bukovinai székelységnek a kultúráját mutatja be, hanem az egykor és most Bukovinában élő népeknek a kultúráját. Elsősorban a táncaikat láthatjuk, zenéjüket hallgathatjuk, énekeiket hallgathatjuk meg, így a lengyelekét, a románokét, ukránokét és a környékben élő bukovinai székely csoportok fellépése alkalmával pedig a székely kultúrát láthatjuk. Ez nagyon fontos, hogy a fesztivál ötlete megszületett, mert ezeknek a népeknek a barátságát erősítette meg, valamikor ugye mi együtt éltünk. Most is sokan egyébként ott vannak Bukovinában, ami alapvetően román, illetve most már ukrán jellegű. A fele része Ukrajnához tartozik, fele része pedig Romániához. Ez mikor egységes volt, akkor az Osztrák-Magyar Monarchiának az legészak-keletibb tartománya volt, ami Romániához került, aztán megosztották, tehát most nem akarom sorolni, de most jelenleg így van. És most is több nemzetiség él ezen a területen. Nekünk elsősorban a mi saját csoportjainknak, a bukovinai székelyeknek a kultúráját tudjuk mi bemutatni. De nagyon kíváncsiak vagyunk a többiekre. Minden évben nagy sikert aratnak, legnagyobb sikert az ukrán csoportok aratják. Nagyon rossz érzés az, hogy a háború miatt magyar csoportot nem fogadtak, és ők sem tudtak eljönni. Vártuk volna őket, sajnos lemondták az utat. Remélem az, hogy minél előbb teljes lesz ez a fesztivál is, és valóban béke lesz Ukrajnában. A fesztivál szervezőinek sorába idén a Bonyhádi Önkormányzat és a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége mellett a Magyarság Háza is csatlakozott. Nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy milyen újításokat vezessünk be az idén, de én azt látom, hogy a hagyományos programok, az utcai felvonulás, a péntek esti találkozások, a szombati, szabadtéri, színpadi előadás a legnépszerűbb ma is, bár telve volt viseletes emberekkel tegnap este az első alkalommal bemutatott Szent Mise, ezzel nyitottuk a pénteki napot, ott is tele volt, és székely bál volt tegnap este itt a Delfin zenekarral, hát azt kell mondanom, hogy ilyen 4-500 ember robta a sátorban, úgyhogy szerintem a pénteki nap után ez a szombati nap már csak fölteszi a koronát erre az egész rendezvényre, és hát nagyon izgatottan várjuk a holnapi 8 helyszínen zajló szomszédolást is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár tartotta ezt fontosnak, és kérte meg a Magyarság Házát,
hogy ebben az évben próbáljon meg egy kicsit gazdagabb programsorozattal mellé állni a rendezvény mellé, de ebben az évben is a Bukovinai Székelyek Országos Szövetsége a főszervezője, és ahogy eddig is Bonyhádváros önkormányzata is, most már a Magyarságháza is mellette partnerként ott van, de én azt hiszem, hogy ez a Bukovinai Székelyek ünnepe és a Székely Szövetsége az ászlóvívője ennek most már 30 éve itt Bonyhádon, úgyhogy ez így lesz a jövőben is. A bukovinai találkozások résztvevőinek kedvét, tehát Bonyhádon a borús időjárás sem tudta elvenni. Ennek köszönhető, hogy a Kárpát-medence számos szegletéből érkező több száz fellépő műsorát sok-sok ezren csodálhatták meg 2023. augusztusában is. Már a magam és a kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!